Augusztus 1-én kezdte el a felkészülést a Máté Szalkai csapat egy rutinos edző a 33. idényének nekivágó Falcsik Miklós irányításával. A játékos mozgás minimális volt, igaz, a pályafutását befejező korábbi játékos edző Vakarcs Krisztina hiánya jelentős élvágásnak számít. Két új játékos csatlakozott az MMTK-hoz, Berényi Janka és Balla Barbara Hajdúböszörményből érkezett a csapathoz. Az első két hét napi edzései után a folytatásban heti 3 alkalommal tréningeznek a szalkaiak, akik a hajdunánás, a vitkeese és a hajdúböszörmény ellen már felkészülési meccseken is pályára léptek. Tulajdonképpen egy komplex felkészülést kellett csinálni, tehát amiben az alapálló képességeket is először helyre kellett rakni, de közben már labdát is elő kellett venni, technikai dolgokkal, speciális, sportág specifikus technikai, illetve taktikai dolgokkal is kellett folyamatosan foglalkozzunk, ugyanis nagyon kevés idő van azt az arculatot, hogy fel tudja venni a csapat, amit én szeretnék, ami konkrétan egy jó védekezést jelentene, amiből villám gyorsan próbálnánk meg rendezetlen védelem ellen támadásokat befejezni. Ez védekezésben nagy munkát igényel, támadásban könnyű gólok szerzés az mindig egy örömérzet, mindig egy plusz ad a lányoknak. A hivatalos célkitűzés az első 3 hely valamelyikének megszerzése, de a játékosoknak a legutóbbi ezüstérem után merészebb álmaik vannak. A lányok, azt beszéltük, célok és feladatok az első edzésünkön, hogy az első találkozás alkalmával, hogy az 1-3-ba szeretnének kerülni. Ez lett volna a cél a vezetőségtől. A lányok fogadkoztak, hogy ők még egy évet szeretnének kézlabdázni, és az én irányításom miatt maradnak itt, és szeretnék megnyerni a bajnokságot. Hát, hogy ebből mi lesz, nem tudni. Mondtam, hogy az akarás az tökéletes, tehát ez a cél, hogy van egy ilyen célkitűzés, ennek örülök. Edzésen mindent megtesznek, aztán az, hogy valaki bajnokságot tudjon nyerni, az egy nagyon-nagyon sok összetevője van. Sérülések, utazás, külső körülmények, közönség, hazai pálya, idegenbeli szereplések, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog, hogy valaki bajnokságot tudjon nyerni. A Máté Szalkai MTK szeptember 14-én hazai pályán a miskolci Szepa KS ellen kezdi a bajnokságot. Addig még a kisvárdai IFI és a Fehérgyarmat ellen csiszolhatják formájukat Falcsik Miklós tanítványai.